Az inputanyag drágulás és a történelmi aszály is sújtotta a gazdákat 2022-ben. Az eddigi átlagokhoz képest ebben az évben 40%-os terméseredményeket tudtak csak realizálni Tolna megyében. Mindezek mellett most még lehet, hogy plusz adóval is sújtják a gazdákat, hiszen Magyarország területén egyre több településen vezetik be a földadót. Épp elég költségünk van, mondjuk a két évet, a tavalyit meg az idejét összehasonlítjuk. A tavalyi évben olcsóbban vettük még az input anyagokat, elég jó áron adtuk el a gabonát, már aki eladta aratáskor, mert aratás előtt volt jobb ára, aratás óta egyfolytában csökken az ár, úgyhogy az rosszul járt egyelőre, úgy tűnik, aki bent tartotta a gabonát és nem adta el. Az idei évben viszont az input anyagok jóval drágábbak, és nem tudjuk, hogy milyen áron fogjuk eladni a gabonát. Molnár István nem tartja fernek, hogy több fajta adót fizessenek, mint más vállalkozások, hiszen a mezőgazdászok nem maguk döntik el, hogy mennyiért értékesítik a termékeiket. A pluszadó bevezetése ellen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is felemelte a hangját, és petíciót indított. Én is a tegnapi nap folyamán értesültem róla, hogy Tolna megyében is van már olyan település, ahol január 1-ével bevezették a földadót. Tehát ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, és ezért van arra szükség, hogy minél több gazdálkodó aláírja ezt a földadó elleni petíciót. A földadót minden település saját hatáskörében bevezetheti, ezt szeretnék megváltoztatni. Vendég Edit hozzátette, minél több aláírást szeretnének összegyűjteni, hogy erős felhatalmazással álljanak a jogalkotók elé a jogszabálymódosításhoz. Nehéz elindítani ezt az új gazdálkodási évet, tehát nem hiányzik az, hogy még egy újabb adóval sújtsák az ágazatot. A földadó elleni kereset a www.agrárpetíció.hu oldalon érhető el, de a falugazdászok is szívesen segítenek az adatlap kitöltésében.